kereszttáblák, nem csak veszélyeztettek, bűncselekményt is elkövettek a Petőfi téren. Rendkívüli felvételi, Debrecenben 12 középiskolában várják még a tanulókat. Lebukott drognagyi, extazit és más kábítószereket is árult a püspökladányi idős asszony. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a Napszemle. Május 13-a hétfő van, jövünk a legfrissebb helyi hírekkel. Közlekedési táblákat forgattak át ismeretlenek a Petőfi téren. A mutatvány egyáltalán nem veszélytelen, hiszen a járművezetők ezek jelzései alapján közlekednek. Aki ilyet tesz, talán nem is tudja, hogy bűncselekményt követel, ami miatt akár évekre is börtönbe kerülhet. A Petőfi téren ezt a két kötelező haladási irányt jelző táblát fordították éppen az eredetivel ellenkező irányba. Így aki a Piac utca vagy a 4-es főút felől érkezik a nagyállomás irányába, nem látja a kereszttáblákat. A gépjárművezető oktató szerint mindez rendkívül veszélyes valamennyi közlekedő számára. Ez egy nagyon otromba játék, mert ezzel önmagunkat is másokat veszélyhelyzetbe sodorunk. És a problémám azzal ezzel, hogy akinek van helyismeret, az esetleg tudja, hogy hogyan kell itt közlekedni, de adott esetben egy idegen nem tudja elképzelni, hogy most itt milyen forgalmi szituációba érkezünk. Az átforgatás után tehát a másik irányból olyan haladási útvonalat mutat a tábla tévesen, ami akár balesetveszélyt is okozhat. Kevesen tudják, de aki kereszttáblát eltávolít, vagy önkényesen megváltoztat, közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt követel. Itt nagyon sokan nem gondolnak arra, hogy egy jelzőtáblának csak az elfordításával komoly közlekedésbiztonsági veszélyhelyzetet teremthetnek, és így akkor veszélybe kerülhetnek a közlekedők. Ezzel egyébként bűncselekményt valósítanak meg, amelyet a törvény alapesetben 1-5 évig büntet. A Petőfi téren láttuk ezt a táblát is, amit szintén elforgattak, de még le is húzták egészen a tartóoszlop legaljáig. A városban néhány perces autózás után találtunk elhajlított gyalogátkelő helyet jelző kereszttáblát a Szabó Kálmán utcán, illetve ugyanitt összefirkált autóbusz megállót jelölőt is. Ma délután egyébként a hatóságok intézkedtek, így azóta ismét a megfelelő irányt mutatják a Petőfi téri jelzőtáblák. Reagált a debreceni önkormányzat a tervezett BMW beruházással kapcsolatban napközben megjelent hírekre. A Portfolio.hu portál a német üzleti lap a Handelsblatt cikkét idézve arról írt, hogy megszorításokra kényszerül a BMW és a Daimler. Emiatt csökkenteniük kell a Magyarországon tervezett termelés bővítését. Az önkormányzat ezzel kapcsolatos közleményében az olvasható. A német sajtóban megjelent híreket nem kívánjuk kommentálni. Debrecen önkormányzatának beruházásában megvalósuló Északnyugati gazdasági övezet iparterületének fejlesztése az eredeti terveknek megfelelően jó ütemben halad. A BMW Group mérnökei és projektvezetői, valamint az önkormányzat, az ITM és a HIPA vezetői és munkatársai között folyamatos az egyeztetés a projekt megvalósításával kapcsolatban. Zárul a közlemény. Mit jelent az ipar legújabb technológiai forradalma? Hogyan lehet okos termelést kialakítani az adatkommunikáció széleskörű alkalmazásával? Ilyen kérdésekről volt szó egy szakmai konferencián ma a Kölcsei Központban. Nagyvállalatok és az iparkamara képviselői közösen vitatták meg az ágazat fejlődésében rejlő lehetőségeket. Ebben a debreceni üzemben több millió járműalkatrészt gyártanak évente csúcs technológiával. Egyre több korszerű gyár van a városban, és ez még csak a kezdet. Sok most betelepülő cégnél is látható, hogy mindenki az egyre modernebb technológiákat hozza. Ez nagyon fontos dolog, hogy fejlődjünk a technológiában. Fontos az, hogy minél több információt nyerjünk a folyamatokról, akár online, telefonon keresztül, vagy tableteken keresztül. A megyei iparkamara alelnöke a konferencián azt is elmondta, Debrecenben több fórumon is folyamatos az ágazati tapasztalatcsere a legkorszerűbb technológiák elterjesztése érdekében. Kertész Márton, aki egy lemez megmunkáló berendezéseket gyártó budaörsi cég vezetője, a termelés továbbfejlesztésének lehetőségeiről beszélt a rendezvényen. Ha az ember körülnéz Magyarországon, többször hallja a munkaerő hiányból adódó problematikákat, erre azért nagyon jó megoldások vannak, ami segíti a munkáltatót abba, hogy olyan
folyamataik legyenek, amik nem akadnak fent feltétlenül azért, mert kiesik valamilyen munkaerő. Az elérhető legkorszerűbb termelési megoldásokról épp úgy szó volt az ágazati rendezvényen, mint az ipar technológiai forradalmának távlati lehetőségeiről. A debreceni hőszolgáltató csütörtökön leállítja a fűtési szolgáltatást a megyeszékhelyen. Tájékoztatta szerkesztőségünket a társaság. A közleményben azt írták, hogy az időjárás előrejelzés szerint nem indokolt a fűtés fenntartása május 15-e, vagyis a fűtési időszak vége után. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a felhasználói közösségek ezután is igényelhetik a távfűtés beindítását, ha azt a karbantartási munkák nem akadályozzák. Debrecenben összesen 33 ezer ház tartást lát el a társaság. Egy hét múlva lejár az adóbevallás határideje. Hajdú-Bihar megyében több mint 286 ezer tervezetet készített el az adóhivatal. A NAV már nem csak a magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők, illetve az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek számára készítette el az SZIA bevallást, hanem idén először az egyéni vállalkozóknak is. A tervezet a munkáltatóktól, kifizetőktől származó jövedelmi és egyéb adatokat tartalmazza. Minden más jövedelemről az adózónak magának kell számot adnia. Ilyen például az egyéni vállalkozói, az önálló vagy mezőgazdasági tevékenységből, esetleg az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem. A mezőgazdasági őstermelőknek, az egyéni vállalkozóknak és az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyeknek, tehát ez a tervezet csak egy ajánlat, számukra nem válik automatikusan érvényes bevallássá május 20-án a tervezet, nekik mindenképpen ki kell ezt egészíteni, vagy önállóan el kell készíteni a személyi jövedelemadó bevallásukat, és azt benyújtani a NAV-hoz. Megkezdődött a rendkívüli felvételi eljárás a középiskolákban. Azok a diákok élhetnek ezzel a lehetőséggel, akiket nem vettek fel sehová, vagy szeretnék megváltoztatni korábbi döntésüket. Debrecenben 12 intézményben várják még a fiatalokat. Több mint 1600 diákot vettek fel a Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeibe az általános felvételi eljárás során. Ez a szám még nőni fog, hiszen azok, akik sehová nem kerültek be, vagy bejutottak, de megváltoztatták korábbi döntésüket, rendkívüli felvételi eljárás keretében még jelentkezhetnek. Az Oktatási Hivatal honlapján van egy keresőprogram, itt praktikusan a szülők is, a diákok is rákereshetnek a szakképzési centrumra, a szűrőprogram kiadja azokat az iskolákat és azokat a tanulmányi területeket, amelyekre ahol még vannak helyeink, és lehet jelentkezni. A Debreceni Egyetem Balázsházi János Gyakorló Középiskolája, a Szent László Görög Katolikus Gimnázium, illetve a Pécsi Mihály Építőipari Szakgimnázium. 3 a 12 oktatási intézmény közül, ahol még vannak szabad helyek a Civisvárosban. A Pécsiben például körülbelül 20 diákot tudnak fogadni. Minden osztályunkban maradt pár férőhely még, azért, mert szokásosan az iskolába 4 osztályt szoktunk indítani. Na most gyakorlatilag a 4 osztályunk bőven megvan, de az idén 5-5 hirdettünk, mert egyre nagyobb az érdeklődés az építőipari szakmák iránt. A rendkívüli felvételi eljárásban augusztus végéig lehet jelentkezni, de érdemes minél előbb dönteni, mert a középiskolák a szabad férőhelyek függvényében tudják fogadni a diákokat. Lebukott a drognagyi. A hajdú-bihari rendőrök több mint századag kábítószergyanús anyagot és tablettákat találtak a 65 éves püspökladányi asszony lakásán. A debreceni járásbíróság már el is rendelte az idős drogdiller letartóztatását. A gondosan kiporciózott kábítószer adagokat egy rendőr rakta a bűnjeles zacskóba. Ez látszik a megyei rendőrfőkapitányság felvételein. Az idős asszony püspökladányi lakásán tartott házkutatás során csak nem 100 darab ecstasy tablettát is találtak a nyomozók. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a nő otthonában ecstasyt, más kábítószergyanús növényi származékot, valamint anyagot árult. A vásárlók többféle kábítószerből választhattak nála. Úgy tudjuk, hogy az asszony rendszeresen otthonában fogadta vevőit. A rendőrök a drogok mellett a lakásban 1 millió forint készpénzt is lefoglaltak. Az idős asszonyt kihallgatása után őrizetbe vették. A rendőrök ezután kezdeményezték letartóztatását, amit vasárnap el is rendelt a debreceni járásbíróság. Az idős nő ügyében a püspökladányi rendőrkapitányság kábítószer kereskedelem miatt folytatja a nyomozást. A lebukott drognagyi a legkedvezőbb esetben is 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.
Több mint 1 millió forintot adományoztak az International Food Day szervezői a leukémiás gyermekekért alapítványnak. Rajtuk keresztül a támogatás a Debreceni Egyetem gyermekhematológiai onkológiai tanszékére kerül. A pénzt betegfigyelőrendszerek fejlesztésére és a tanszéken folyó tudományos munkára fordítják. Exotikus ételeket lehetett kóstolni az egyetem téren május elején az International Food Day elnevezési rendezvényen 22 országból érkezett egyetemi hallgatók mutatták be hagyományos ételeiket. A cél, hogy a különböző kultúrájú emberek ételeiken és szokásaikon keresztül is megismerjék egymást. A rendezvény bevételének egy részét a szervezők idén is a leukémiás gyermekekért alapítványnak ajánlották fel. Több mint 1 millió forint kerül az alapítványon keresztül így a Debreceni Egyetem gyermekhematológiai onkológiai tanszékére. Ez duplája a tavaly felajánlott összegnek. A támogatást ma adták át az alapítványnak. Ez egy hatalmas lehetőség számunkra is, nem csak azért, mert egy nemes célt szolgál, hanem mert a külföldi hallgatók meg tudják mutatni Debrecen városának és az itteni közösségnek, hogy törődnek a várossal, nem csak a tanulmányokért vannak itt köztünk. A támogatást Kis Csongor tanszékvezető, a leukémiás gyermekekért alapítvány kuratóriumának elnöke vette át és köszönte meg a hallgatóknak. Azt mondta, örül annak, hogy a külföldi diákok, akik közül sokan éppen orvostanhallgatók, szívükön viselik a súlyos vérképző szervi és daganatos megbetegedésekkel küzdő gyerekek sorsát. Nagy megtiszteltetés ez a számunkra, és köszönjük szépen, hogy a hallgatóság méltányolja munkánkat. Ők igazán első kézből ismerik, értékelik, hogy mit csinálunk mi ezen a osztályon, ezen a tanszéken. A támogatási összeget a tervek szerint két részre osztják, majd a pénz egyik feléből a betegőrző monitorrendszert korszerűsítik, a másik felét pedig a hallgatók bevonásával tudományos munkák finanszírozására fordítják, ugyanis sokan készítik diplomamunkájukat, diákköri munkájukat a tanszéken. Itt a tavasz, és ezzel a kullancs szezon is megkezdődött. A vérszívók betegségeket terjeszthetnek, ezért a természetben járva nem árt elővigyázatosnak lenni. A híradónk által megkérdezett orvos azt tanácsolja, hogy ha valaki kullancsot talál a bőrén, azt minél előbb távolítsa el. Sétáló, kerékpározó, üldögélő emberek a nagy erdőben, gyerekek a fák közötti játszótéren. Ma is sokakat csábított a jó idő a parkerdőbe, de a tavaszi időjárás a kullancsokat is aktivitásra sarkalja. Természetjárás közben még nagy melegben is érdemes zárt öltözéket viselni, hogy ezzel is megnehezítsük a ránk vadászó kullancsok dolgát. Emellett kullancsriasztó spré használata is ajánlatos a megelőzés érdekében. Az óvintézkedések ellenére megeshet, hogy bejut a ruha alá egy ragaszkodó vérszívó. Éppen ezért sokan akár egy kisebb séta után is ellenőrzik, hogy van-e rajtuk kullancs. Általában a vékonyabb bőr területeket keresik, ugye, hogy ott vérre megszívják magukat, és rögtön át kell nézni, miért egy parasztnál nagyobb fűbe beletéved az ember. A kullancs fertőző betegségeket is terjeszthet. Ezek közül a leggyakoribb a Lyme-kór és a vírusos agyhártyagyulladás. Ez utóbbi ellen van védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban nincs. Ebben az esetben az eredményes kezelést a korai felismerés segítheti. A Lyme-kor a csípést követően párnapos lapangási idővel alakul ki. A kezdetben bőrpirral jár, mert legalább 5 cm átmérőjű. Az orvos azt tanácsolja, hogy ha valaki kullancsot talál a bőrén, azt minél előbb távolítsa el. Az viszont nem mindegy, hogyan. A bőrbe fúródott kullancsot egészen közel ragadjuk meg a bőrhöz. A potrohát nem szabad megnyomni kiszedés közben, és az is fontos, hogy ne kenegessük semmilyen krémmel, vegyszerrel, csak egy kicsit csavarva húzzuk ki a kullancsot. Természetvédelem játékosan, különleges kiállítás nyílt a Hortobágyon. A tárlat látogatói interaktív módon ismerhetik meg a puszta élővilágát, ezen belül is a legelők, tavak fokozottan védett fajait. A Kun-György pusztán található kiállításon játék közben lehet megtudni, milyen növények, bogarak és ritka madárfajták találhatóak itt. A rendhagyó biológiai órának beillő tárlat előzetes bejelentkezés után ingyen látogatható. A kiállítás egy 5 éve indult Life projekt részeként jött létre. Ennek célja, hogy helyreállítsák a természetes, vizes élőhelyeket a pusztában. A programban az őshonos magyar házi állatok is fontos szerepet kapnak. Eddig tartott ma a napszemle, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!